km per órával átlépte a sebességhatárt. Mr. Rubio az. Sok gondja van most. A felesége újabb kisbabát vár. Mostan egyszer elnézzük neki. De főnök, nem a bűnüldözése a dolgunk? Mindenkinek jobb, ha megértően végezzük a munkánkat. Na, ezt el fogjuk kapni. Csapat, akcióra fel! Bocs, Cody, ma egy kicsit elkésel a suliból. Máj! Ne! Ne! Mindenki jöjjön ki a házból! Ez meg ki? Ez az én dolgom. Egy űrhajó az űrből leszállva, földünket vette új célpontjába, bolygónk vált új otthonukká. Optimus vezér, völgytanárukká. Védd meg az embert, segítsd őket, gyerd el tőlük a tiszteletet. Egy hű család lesz legjobb társak, másnak benned fenn arcában. Mentő papok, mentésnek felem, megvettenek a bolygón, a kérdés. Segít utat mutatni, robotokban nem fogsz csalódni. Mentő botok, mentésre. Transformers. Mentő botok. Egy másik mentő bot? Te tudtál róla, apa? Király! Honnan jött? Még nem tudjuk. És veszélyes is lehet. Mentőbotok, vegyétek körbe! Nem vesznek körül semmit! Ő mentette meg a házamat, és tudnom kell, kinek köszönjem meg! Hogy kinek? Köszönje meg, polgármester úr! A válasz az, hogy nekem, dr. Morokkónak. Mi szél hozta vissza Griffin Rockba, dr. Morokkó? Természetesen a szeretetem ez iránt a kedves kis helyért, és ezúttal ajándékot is hoztam. Leértékelés volt a fekete piacon, és jól bevásárolt. Nem értem, miről beszél, ifjú hölgy. Érzékeny műszereket alkottam törvényes vállalkozásokhoz. Példának okáért az új mentőbotomat. Ő egymaga képes arra, amire a maga teljes csapata. Remélem, hogy újrahasznosítható anyagból készültek. Hé, hey, nézze, Doki! A mi robotaink nem szemétbevalók. Nem állíthat be ide egy le nem tesztelt technológiáját. Igaza van, fiatal úr. A morbotomnak még bizonyítania kell. Tesztet ajánlok. A maguk robotjai az enyém ellen. Persze, szerintem nincs is ennél felebb ajánlat. Értékeljük az ajánlatot, doktor. De a legutóbbi látogatása során bebizonyította, hogy a robotja nem csak irányíthatatlan, de veszélyes is. Maga helyett vették fel Grindokit. Azt is hallottam, hogy szegényt kirúgták. Szomorú, igaz? Nem a Doki hibája. Valaki feltörte a központi kompjútert és vírus szabadított. Ó, egy ártatlan gyermek arca. A helyzet az, hogy az én morbotom könnyebben elbánik a váratlan helyzetekkel, mint a maguk furcsa gépember formációja. Ki mondja? Polgármester úr! Nem beszélhet így pedig. Mit képzel? Elég! Főnök, te és dr. Morokkó ma délután részt vesztek a városi tanács gyűlésén. Nem tudok komoly döntéseket hozni nadrág nélkül. Szia, Frankie. Shh. Bocsánat, Mrs. Niederlander. Nem igazán tűnt jó kedvűnek itt korán reggel. Aggódom apuért. Azt mondja, jól van, de nem hiszek neki. Cody? Főnök, szervusztok! A váratlan vakációm elég hasznosnak bizonyul. Van egy új hobbim, a madáretetők.
Nem olyan nagy kihívás. Doki, Morokkó visszatért. Meg akar szabadulni a mentőbotoktól és a családunktól. Szóval ez az egy robot el tudja végezni egy egész mentőcsapat munkáját? Minden vészhelyzetben, teljesen magától, mert az én morbotomnak nincs szüksége emberi segítségre. Képes legyőzni minden szerencsétlenséget vagy emberi hibát. Tönkreteszi a csapatomat. Már megbocsássanak, de a családom és a botok ügyelünk Griffinrock polgárainak biztonságára. A saját életük veszélyeztetésével. A morbottal viszont a Börs család is biztonságban lehetne. Tudjuk, hogy a veszély a munkánk része. Nincs miért lecserélni minket. Szörnyen sajnálom. Azt hittem, ez a város szívesen fogadja a technikai újdonságokat. Lehet, hogy inkább egy kifinomultabb városnak adom a robotomat. Igen. Csak egy pillanat, doktor. Griffinrock kipróbálja a morbotját. Ha biztonságosan el tudja végezni a Burns csapat munkáját, akkor félre fognak állni. Polgármester úr, a te botjaid tucatnyi járművet helyettesítenek. Ezt folytatjuk tovább. Mindenki egyetért? Holnaptól kezdve a morbot felel minden vészhelyzetért. Nos, nyert a legjobbot. Ezt nem tehetik. Mihez kezdünk egy mentőautóval? Megosztjuk? Nem lesz gond. Minket is kitettek. Ez a munka arról szól, hogy megmentsük az embereket. Egyetlen robot nem tud megvédeni egy egész szigetet. Az, hogy nem szeretek repülni, nem jelenti azt, hogy a földön akarok maradni. Mindenki helyettesíthető. Senkit sem helyettesítenek. Ez egy verseny, amit megnyerhetünk. Igazabban, mitől félünk? A morbot csak egy masina, egy programozható robot, nem? Tapasztalt gondolkodó botok vagyunk. Egy ilyen csapat ellen annak a vaskupacnak esélye sincs. Fiúk, indulás! Mentőbotok, mentésre család, el kell tűnnünk! Azonnal! Apa, előbb végzünk, ha mind összedolgozunk! De nem most! Tűzlova, megbirkózol a robbanószerrel? Persze, nem csak két! A botok tűzállóbbak, mint ti! Hé! Hey! Társaságunk van! És nem a kedves fajtámon! Úgy tűnik, a morbot rájött, hogy itt semmi szükség a segítségére. Volt. Nem finomkodott, az biztos. Az biztos. Felrobbanhattak volna a dobozok az ütközéstől. És mekkora kupi van? Szemét. Az a robot nem tudja, hogy mennek itt a dolgok. Pedig utána nézhetett volna.
Huxley Prescott élőben jelentkezik. Egy a Morbotnak, nulla a helyi csapatnak. Vajon nyerhet még a Burns család? A mentőbotok már csak mankóbotok? Maradjon velünk a további Morbot akciókért. Kit érdekel egy agyatlan robot? Az nem lehet, hogy ő jobban végzi a munkánkat, mint mi. Lehet, hogy az a munka már nem is a miénk. Hogy jobb, mint ti? Kizárt. Az lehet, hogy Morbot eloltotta a tüzet, de sokkal nagyobb galibát csinált. A robotok nem igazi hősök. Megmutatom. Ez John Henry története. Vonatcsíneket fektetett. Csak kalapácsot használt. Én már is megnyugodtam. Egy nap egy géppel helyettesítették. Ekkor John Henry úgy döntött, hogy aki előbb végez a munkával, az győz. Így volt. Biztos, hogy jó vége lesz. John Henry olyan keményen dolgozott, ahogy csak tudott. Legyőzte a gépet a két karjának és a kitartó szívének erejével. Szóval ővé maradt a meló? Igen, valami olyasmi. Vége! Keményebben kell küzdenünk. Mutassuk meg annak a robotnak, ki kell húzott ujjat. Nekem is volt egy ilyenem, amikor épp annyi idős voltam, mint te. Tessék, fiatal úr, kilövésre készen áll. Ez meg mi? Egy rakéta hatalmas pusztítást végez a Lake Street-en. Indulok! Sarkában vagyok. Nem, ez most az enyém lesz. Figyelj oda, merre mész, Graham. Szikla mondta, hogy rajta vagyunk. Fiúk! Megjött Morbot! A kihívó újabb győzelmet aratott, a mentőbotok viszont ismét alul maradtak. Ezúttal egy gyerekjátékkal szemben felmerül a kérdés, hogy vajon valaha biztonságban volt-e a városunk a Burns családdal. Ezt nem mondhatja komolyan. Hé, ide figyelj, én hiszek a jó sztorikban is. Ez egy remek sztori. Én ezt nem értem. A botok is elkaphatták volna. Valami bűzlik ezzel a rakétával. Doktor Morokkó. Apa, azt nem tudom, mitől őrült meg a rakéta. Később beszélünk, Cody. Elég nagy itt az űrzavar. Franky, valami nem stimmel Morokkóval. Átmehetek? Persze, Cody. Amint visszaértünk, Missis. Most szereltem meg! Jaj! Ah! 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 Ah!
Apa, a doki kocsia megint meghűlt. Frankie azt mondta, Russell Street-en vannak. Hallottátok ezt? Remek. Újabb esély, hogy az a fémkupac megalázzon. Két. Ti nyolcan vagytok, ő egyedül. Ha összefogtok, legyőzhetitek. Emlékezzetek, ez elsősorban nem a robotokról szól. A legfontosabb feladatunk, hogy megvédjük az embereket. Egyetértek, főnök. Ettől leszünk olyan jók. A mentőbotok megvédenek. Remélem, Huxley ezt is megörökítette. Köszönöm. Fogalmam sincs, hogy mi üthetett a kocsimba. Levetted a napelemet és az aksit is. A kocsi nem jutott elég energiához. Kocsim, erre nincs magyarázat. Dehogy is nincs. Te! A te találmányait teszik tönkre a társadalmat. Polgármester úr, hála az égnek nem esett baja. Ó, jobb bele sem gondolni, mi lett volna, ha az én morbotom nem avatkozik közbe, és menti meg a városházát. Megmenti? Nem látja a hatalmas krátert? Jobb itt, mint az irodámban. És ha a kocsiban ült volna valaki? Sztorit akarsz, Huxley? Tessék! Ezennel kinevezem Dr. Morokkót Gryffindor vezető tudósának. Ó, ez teljesen váratlanul ért, uram. De azt hiszem, hogy elfogadom. Akkor érkezett, amikor a legnagyobb szükségünk volt önre. Talán ön helyrehozza Grindoki hibáit. Ő tervelte ki. Nem tudom hogyan, de majd én kiderítem. A gyerekeket ritkábban kéne látni, és sohasem hallani. Tiplisz innen. És mivel a morbot bebizonyította, hogy sokkal jobban meg tudja védeni Gryffindorokat, mint a régi csapat, Börz főnök és a családja félre fog állni. Mi? Zárt? Miért? Viccel? Uram, kérem, nézze, mekkora kárt okozott az a robot. Nem emberként gondolkozik. Talán a te robotjaid igen? A családom igen. A családod keressen magának új munkát! Ezek igazi hősök. Morbot? Indulás!
mit csinálunk? Azt, amit én. Madáretetőt? Nem hiszem el, hogy legyőzött minket egy agyatlan fémkupac! Csalódott bennünk a város és minden lakója. Mi is csalódtunk bennük, vadász. Nem lett volna szabad elvenniük a munkánkat. Az emberek csak ígérgetnek. Szikla, jól vagy? Befejeztem a könyvet. John Henry mindent megpróbált. Végül megszakadt a szíve. Én is ezt érzem. Nem adhatod fel! Dr. Morocco tette ezt. Meg kell őt állítanunk. Oké, tudom, mit tervezel, Cody. Nekünk nem lelkesítés kell, hanem egy újabb esély. Egy új küldetés. De máshol. Ne! Kérlek! Szia, Frankie! Cody, képzeld! Apa megvizsgálta a kocsi roncsait, és valami nagyon ismerős dolgot talált benne. Magyar hangok. Bogdán Gergő, Tokai Csaba, Barbinek Péter, Seder Gábor, Rosta Sándor, Molnár Ilona, Bolla Róbert, Szatmári Attila, Pálmai Szabolcs. Magyar szöveg Márkus Tamás, rendezőasszisztens Dobi Erika és Igor Lattesz, hangmérnök Halas Péter, gyártásvezető Bárány Judit, szinkronrendező Kozma Attila. A szinkront a Minimax megbízásából a BTI stúdió készítette.